látjátok, akkor megint. És akkor na, jözzük, csak van már holvettünk. Nincs még holvettünk, de amint lesz holvettünk, akkor majd szétcsapunk itt közte. Itt az a lényeg, hogy legyen kapacitású majd gyártani. Köszönöm, hogy vele. Hány tankunk van már? Van még öt tankunk, meg ide is jöttünk hármat. A védelemnek elég, meg támadónak is, mindegy. De most, amíg még a korvett így gyártson le kettőt, utána viszont szükség lesz az űrhajónak valaha. Arról az vissza mérsékeltve. Hadd szaporodjanak. Hagyját a bolyga, hoppá. Na szóval, ne ingassa magát abba a térkitbe, hogy győzhet ellenünk. Ha bemeri tenni a lábát törött, mint azt is a kiszitek a nagyapáim. Az a baj, igen, tehát na, a diplomáciáról még nem beszéltem eddig, a Tahaneknél nem volt. Akkor lenne jó dolgunk, hogy sikerülne vele meg nem támadási szerződést kötni, mert akkor azonnal látod, hogy mi az, amit már kifejlesztett. És hogy esetleg ellenék van bemaradva fejlesztésbe, még a képületeknél, akkor azt meg tudnád venni. Ja, akkor már az előző videóban is volt, aki kérdezte, hogy épületszabadokat miért nem építek? És miért nem fejlesztek épületeket, például védekezős elvédőket? Hát mondjuk azért, mert semmi értelme nincsen. Kurva sok pénzbe kerül az épületek fejlesztés, az elején másra kell. Fontosabb fejlesztések vannak ugye a haditechnikában. Tehát egyszerűen nem fér bele. Civil épületeket meg kurvára teljesen felesleges fejleszteni, mert úgyis megkapod, ha bolygót fogalsz, és ott már van. Fejleszte csak ki a gép. Én meg szedezzem meg tőle. Erőzőket meg úgyse szoktam használni, mert azokban sincs semmi értelme. Na mit szeretnél a japán? Csak nem be akarod zúzni a bolygómat. Szeretnéd mi? Lézer tudom lőtárni velével, azt kéne te. Esélyed nincsen, akkor azt állt meg úgyse tudod elkapni. Jó, hát igen, 6 tankkal támad. Van a bolygón 3, tehát... Sokan nem megy vele. Oké. Akkor most a tankodásod egy kicsit jegelve lesz. És gyártom korvettet. Gyorsan neki le kell legalább 2 gyártani. És tudom már napalbombát fejleszteni? Nem nézzük csak, mi kell hozzá. Napalm bombához. Jaj, ezt még itt nem lehet. Hát akkor ne korvettet gyártsunk, hanem... De. Hiperhajtón ültem, nem akkor korvettet nem gyártunk, hanem majd nehéz korvettet fogunk. Addig meg érdekezünk tankokkal. És majd figyeljük, hogy mikor fog kolonizálni. Jelen, mi nem csak én ezt küldenünk hozzá. Igen, mivel csak egy kémünk van azért hasznos, hogyha mérnél elzavarod az ellenfeledhez, mentesz egyet, hogy nehogy probléma legyen, hogy mégis elkapják. Na, ez itt csak hon vagy. Szóval akkor szokásos taktika, gyorsan odasózunk neki egyet, és aztán spolyol vissza. Hát, ami lőtávon kívül marad még sikerülne, akkor még jobb lenne. Legyeltek. Itt 12-es lőtáv, VS 8-as. Úgyhogy most megy a levesbe szépen. És ő mindig az ajándéka, amikor így gyártja. Ne lassult annyira a fejlődés, hogy ne tudjon ugrálni. Hármas hajtómű, azért kell gyorsabbak legyünk, azt látom tenni a romboróra is.
erről ennyit. Nem viszik most fel a filmeket. Viszont kitartóan mentünk, hogyha esetleg filmkedni, akkor ne legyen probléma. És több bolygója? Ja. És több bolygója. Csak a fő bolygója van. Az viszont nem baj. De előbb-utóbb kolonizálni fog. Már csak az a izé, hogy nekünk kolonizáljon. Nehéz korlát, ez meg majd kell még egy űrhajóra volt. De ezt mit tudunk azért kifejleszteni. Jó, van tempóba, el kell jutunk a nehéz korlát szintig, addig meg így álltsunk tankokat. Azzal tudunk védekezni. Nem olcsó János kémeket nem veszünk föl. Viszont ha egyet jól kigézek, akkor már valószínűleg jönni fognak vannak erősebbek, és aztán egyszerűbb felvenni, mint kiképezni. Meg főleg olcsóbb. Okay. A kombinált adatot fejlesztjük, és akkor már a sebességét is fogjuk látni. Amint felépül, építünk még egy űrhajógyárat, mire eljutunk oda, hogy már gyártanunk el. Na, szóval ilyen még nem volt, kémet fogtunk. Először is mentünk, mielőtt még bármi történik. Fogtunk egy godant. Na, de sikerül átállítani, akkor jó vagyunk. Aha, ez az. Akkor most van egy kémen, még pluszba. És egész jó kém. Ezzel most jól jártunk. Hát, hogyha megszökött volna, akkor visszatöltve a mentés és kinyílom. De ezzel szintén őt gyengítem, úgyhogy megéri. Szóval most nagyon kombinálva az alunk is. Most bolygót nem tudom, érdemes lenne kolonizálni? Nem hiszem, mert azonban nem tudom megvédeni majd. Hát, hogyha most kolonizálni egy bolygót, nem tudnám megvédeni. Viszont addig is majd tankfejlesztés, azt hozhatunk előre, hát tudunk majd valamit fejleszteni. Még kicsi még egyet. De van rá pénz. Mondjuk antigravitációs tankot ki tudom fejleszteni. Akkor megint egy picit előrébb leszek. Tankkal való védekezés ugye? Az mindig jól jön. De amint lesz pénz nehéz közé, hogy még egy űrhajóra volna, akkor meg már azt építek. És kapcsolom is be. Nem tudok napalbombát fejleszteni ezt. Vagy lehet, hogy az antinálmics is napalbomba, akkor viszont rá kell gyugodni, akkor viszont várni kell tiltálói. Hát minden egy nehéz korlátig elmélek, hát akkor már van napalbomba. Az amúgy is kell. Ma felépültek már a tankzabok. Leszünk ágyút, az hogy bele lehet zúzni a védelmet azzal is bele lehet zúzni. Védelmi ágyúkra. Az is jó lesz, hogy egy nehéz korlát ágyú van, azzal már talán be tudom zúzni. Kéne egy erő is.
ameddig nem lesz pénz, hogy ezt üzemeltetni, az idő alatt fejlődik a tank. Ha pedig kolonizál egy bolygót, az idő az enyém lesz. Ő lepróbálkozik. Oh. És sikerül. Lesz a kémeim. Minek itt kémeket felvenni? Azt megpróbálja azt aztán, nem tudom, hogy nem tudja. Bele lehet mutatni, hány tanszabból működik. Még egy 6 tanszabból működik, akkor még pontén csanyi, hogy tudjak egy... De már a két tankkal számos. Mert azért kapod a tájmájt, egy kicsit tettek, és akkor nyomás. De ez gyenge. Viszont alapra elfogod, de gyenge. Sok felvésebb kéne. De már fogynak a tankjai. Kéményétől is megszabadítottuk. Na most itt akar. Ja, hát... Sok nem mész fel. Na, csak... Egyszer szabadulnál meg attól a... ...védelmi ágyban lenne, ott már véged lenne. Jó, most jól működik a kémelhárítás. Ő se tud, de
kiképzésnek átküldem ide, belapod kémetes, az legalább fejlődik, ha lassan is, mert csinál valamit, nem csak ulaszkodik. Ja, de, na, de nézzük, hogy csak a, ezt nem mondtam még, hogy kémet tulajdonságai, ugye, hogy melyik, ami erősebb az, hogy ez egyértelmű, tehát még a neki is írja már ezt oda, hiszem, igen. Igen, tehát ez, védekező kémnél ez a fontos, hogy kémelhajtás ne legyen. Az. Igen, tehát és a realitás. Igen, de hát minél magasabb a realitás, annál kevésbé valószínű, hogy beáll az idegen, mivel nem az arról, mint ugye ezek itt. Hát a gozan kémeknek alacsony volt nagyon, mert mindig az első szóra állt. Tehát a magas realitás, akkor inkább megöleti magát, akkor se áll át. Meg hát, ahogy ezt mert valami nagy bölcs játékos megérte egyszer, hogy a realitást az, szintén adni kell pontokat, hogy ne csak kocsmázom, meg kurvázom, hanem dolgozom is. Na most akkor ugye az lesz megint, hogy akkor most legyárt tankokat, és megint megpróbál támadni. És megnöveljük ott, és megnehezítjük a dolgát. Látjuk a tankot. Már öt tank is lett rajta. Ezt neked most próbálkod. Azt mondom, hogy gyenge az, gyenge az, de adjunk ezekre. Lassan elfogynak a filmei. Ők elmének. Mondjuk a kiutálót meg több is kell. Legyártatnánk meg. Ja igen, azt mondtam, elkészítve, hogy legyártunk egy kolonizálóhonót. Hoppá, két bolygója van. Akkor csak kolonizált egyet. De mit csak ki, hogy melyik voltak? És ott hagyom a tankomat, akkor nem is időt foglalni. El kell kerülni a flottáját is. Ja, hát nem így, igen, nem így kell kerülni. De úgy kéne oda masírozni hozzá, hogy ne vegye észre. Ott marad.
és most fog minden. Megletted. Na, így lehet megtartani egy ilyen tommal foglalt bolygót. Ó, és meg még egy kolonizáló bolygó, az is nekem fog kolonizálni. Na, létre kicsit, itt hagyott rám, hogy nem kell. Majd a visszhagyjuk is be. Sajnos hogy miért csak egy tankon van, az így is vissza kell menni. Úgy, akkor ezt majd hozok. Tehát, viszont így, ha jól volt, tudok rá is tükeni. És fog fogni egy bolygót kolonizálni, és azért fejlett tankot, és megjön a hozzája. Aha, saját napalbommal fejlesztelik. Király, 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 király. Kell hozzá még egy kutatók köztönt, ami nincs. Na jó, azt a kolonizálót így fel volt kifejleszteni. Azt csak azért kolonizálni tudjak, de mindegy. Na, de most már egész forgatlet kell gyártani. Már alá kettőt. Teszek rá napalbombát, de esélyese lesz. Nagyon kedves tőle, hogy nekem kolonizál. De most, hogyha ha tűzszületet kérde, vagy békét, akkor meg tudom azt csinálni, hogy ott hagyom, és nem okézom meg, és hogyha valaki mégis betámad útba, akkor elfogadom. És akkor legalább lesz nem kell több francosában úgy hívni. Nagyon, mert az egy másik jó tulajdonsága a gépnek, hogy nem von vissza soha ilyen követelést. Abban mindig lehet bízni. Majd felépíted egy. Aha. Megjön elpróbálkozik egy ilyen. Ja, hogy ez van is tank. Kurva életbe. Felhoztuk. Nincs csak amikor itt az elvannak ott a... Oda bizt a tankot kell adni. Igen. Ez a tipikusan nagy elvatás esete volt. Kapcsoljuk. És építünk így nem is volna. Ugye? Pontosan. És semmi, csak a napalformák. Azzal be tudjuk szúrni. Elkezdjük a tankot.
egyet. Ha már volt ilyen szíves iskola, amit állt egyet nekünk. Betámasztott idegon is, az baj, ők erősebbek. Viszont erődöket ők se építenek. De szerintem honnan a kisárból kerültek elő? Kérlek, a kérdés akkor a szosztályok van. Ők lehet, hogy erősebbek. És ameddig... Ameddig nem sikerül két korlát összetől. Adanyapám maradhat meg a tárnőtávolon kívül. Akkor is meg lesz, hogyha ő távolon belülre kerül. Enyém az erősebb tolany, azzal jobban Iberon mindig volt a tomban van. Volt az ötről az a kijelzés. Nem épül meg egy nehéz korvet, addig nem csak esélyen van. Sőt, igazából támadni csak kirkálóval lehet, mert a többi az védekezésre jó. Pedig nagy bajok oda akar kéne a korval, hogy gyorsan leszámolni, ne kelljen több fontos háborúba belemennünk. Ha lenne lebegtetvém, akkor talán lenne esélyem. Szóval nagy baj nincs ember, hogyha csak ezt az egy bolygót ismerjük. Az a baj, hogy kikémkedik a bolygó infókat. És nem tudok gyorsan tankot vinni mindenhova.
de hát a sikerült ismeretet kérni tőlük. Ezeket ők sétik el a kerületeket, tehát amely bolygóján nincs ügyvédelmi ágyú, azt végetlenül a kiskosztával is tudom foglalni. Tehát még az lehet egy előnyem. És egy kicsit sikerül lenne a bolygóját megritkítani, akkor legalább belemenne abba, hogy tűzszünet legyen. Mindjárt beszorítanak, az a baj. Meg ez, hogy néha fogosan jár fel. És nem mondtam, hogy megyem el kéne. Igen, és beél a lézárba. Mindegy. Nem adjék valamikat olyan könnyen. Hát jövök, megvisszítjük a tankjait. Még ha a bolygóton is veszítjük. Valószínűleg elfogjuk. Leforgolódj! Fogja. Megbázni kéne, de pláne így, hogyha megjön. Hát, ha meg lesz ez végig. Jó, ebből már csak egy van. Ne forgolódj sokat, mert rétával az előre kerülsz, és akkor neked annyi. Megvan. Ez még meleg volt. Jó, de ez a tízes a sebessége. Akkor most hozzám felvetek egy tankot. Van még elég. És szépen elmegyek. És két métek a birodalmába. Az a baj, ez is a kém hálózata.
Megpróbálok ezzel. Ugye mennyivel nehezebb, mint normál módon? Most legalább van egy kis pénz. Pénz által. Meg kell majd bezúzni egy kolbással és lapalban bálva az ügyvédelmi ágyú. Hát a sikerül. Nem biztos, hogy bajnék, hogy polgattás kerülni fog. De, de fog én oké. Láttam, hogy van csak kettő. Azok is csak átszalak a sárgit tolni a sokat, akkor ennyi. Hát akkor ugye viszont az enyém lesz. Ezt nem tudja megvédeni. Neki oda egyet, ez az. És ezzel a vodan megy a levesbe. Jó, szóval már nem fog támadni, ha a tankjai nincsenek, nem is tudnak, akarnak, akkor se. Aha, és megvan a vár is. Jó, a tantakot meghagyjuk, mert az nem is szükségünk.
akkor hát egy átolítottak, tehát pedig lebontjuk, és akkor nekünk is lesz dolgunk. Sőt, még építünk őtől a valakat. Pláne, hogy már kérdez, hogy tudjuk el ezt. Ugye, hogy építjük egy kettőt. Kezdve már olyan nagyon sok csapat nincsen, tankokat ott hagyjuk. És zúzás is tartunk. Jó, most ide léptek annyi, jó. A silavik mentek a levesbe, az nekünk jó hír, mert pedig nagyon erősek tudnak lenni a végén. Középjátékban egyébként a gondolok is, hogyha a tűzharcra kérdítik egy a sor, de most az lesz, hogy nem lesz ez a csata. Szerintem már erre sem sem lesz szükség, mert egy kicsit még szépen van valami aztán ezt a csatát is el fogom adni. Megvan viszont erősebbnek hittem, majd ugye megnézem az infóképernyőt, hogy ezt a csatát leírtam, hogy mennyire erős, hány bolygója lehet úgy sok per kb. Két bolygóját elvesztette. És abban az egyiken volt gyára is. Ja, valószínűleg messze van, csak errefele terjeszkedett. Viszont amíg van legalább két nehéz forgattam, ezért el is adom valamit. És merre fog menni. Na, akkor az ember annak is megvan egy kémi. Mégis a kém elhállítás nem tétlenül olyan hosszú. Három vagy kettő van, aki még tud valahol. Hát ez az a persze, hát nagyon tudjuk. Végásom tankot. És akkor ezzel megyünk. Szépen szép nézni. Nézni. Igen, a pofátlanságnak is van határa.
Honnan a kicsából te szerzett ennyi tanult? Kételesség, hogy ilyen gyors, hogy ennyit gyártott, az még elfekvő képzete lehet. Előbb-utóbb el kell, hogy fogjanak a tankjai. Azt nem szabad hagyni, hogy lehet, hogy ugye felalasítani? Még nehéz forgattak egy gyártja, tehát nem jutott még el addig a saját hajót fejlesztem, tehát az életünk jó. Ha megvesz a kőkkel, akkor már elkezdem ott gyártani. Szerint a kőkkel megvan, lehet megint két lábbal ugrani a tankokra. Gyorsan kifejlesztem az antigravitációsat. Ojjaj. Ojjaj, baj van. Egyre kevesebben támad, mert neki is elfogyott, úgyhogy ez is van nekünk jó, ameddig más nem támad meg. Valahogy kell figyelni, hogy nem egy képként kezdjen valaki. Mert most lenne probléma, hogy hirtelen űrhajókra van állat föl. Ilyen gazok tart, hogy ennek a lojalitása kicsit eltúlkoltuk. Most nem állogattunk. Most a másik bolygót támadunk, de tudodikán van tank, legalább egy. Azt kell, hogy mire
eljut addig fejlődésbe, hogy már saját tankokat tud gyártani, nem pedig amit ajándékba kapok. Addig nem már nekünk is legyen egy pár jobb. Most kifejezve a megatankot, és akkor amint eljutok addig fejlesztésbe, akkor meg már gyártom. Három tankkal most simán is felelem. Mert egyébként még két erősebb tank vagy, van a nehéz, meg a Bion tovagy. Nehéz fős antigravitációs tankkal, meg már bármilyen bolygót bevédek. Annál nagyon őszávja úgy se lesz. Felmenekülök egy hegyre, amelyik mindenki is lebegtetni, aztán vége van, mint a bossnak. Meg majd, hogyha lesz műrűrodom, és akkor lehet, hogy meg... Aha. Nagyon kedves, hogy kolonizált nekem egy bolygó. Most van leszel. Nem jön elből. Hol tudjuk ott? Tankjainkat, akkor meg is tudjuk tartani. Ez nagyon jó. Hát így nem kell kolonizálni. Meglátja, ki helyettem. Bizony. Felveszek én így. Néha jó. Tankot. Most, hogy átadok a finalizációt, és tényleg ez nagyon is van. Játunk ezt két akkor is. Legyen. És akkor veszünk fel a tankot. Nem baj, hogy bolyókat kolonizálunk, akkor ki tudjuk fejezni a radartárunkat is. Akkor jó lesz nekünk. Ó, az embernek is mindig van. Tehát nagyon jó, mert ők a másik erősek, akkor valószínűleg csak dohányák lesznek a végén. Az meg annyi való, Szilvi, akkor viszont csatahajót is fejlesztenünk kell. El kell menni a csatahajóig a végjátékban, mert másképp esélytelenek vagyunk pedig szembe. Viszont akkor ennek is legalább 4-es fajsodi minden, hogyha van, akkor már nem tud. Nem kényen be tudni, hát. Megint csak nem betűző csata, mert én nem akarom. Hányat hoz? És aztán megy meg, ami kettő van, úgy érzem, baj. Előbb-utóbb vége lesz itt az oknak. Tankja van egyébként. Azért valahol van egy nagy kapacitású gyártó bolygója, hogy ennyit tud ilyen gyorsan gyártani. Sorozba lesz visszorítva. Yeah.
tehát oda a határa jobban szét tudok nézni, hát a kurva anyádat. Jó, meg a tangyár, jó. Ennyi veszteséget még bevállalunk. Hogy mostan álltam meg egy bolygóját, de csak azért. Nem most ez itt a papja. Látom, hogy kell még egy számot, de kurva gyorsan. Nem tudom, hogy maga van. Viszont neki már 14-es osztálya van, ez az nagyon legjobb. Mert a miénk is éppen csak 14-es, azt mondta, hogy lehet ilyen eldobni. De ez lehet a fő bolygója. Hát ez nem, nem olyan volt oda semmi. Most ezt nem fotóztatunk. Hát pedig ez egy elég erős bolygó. Mivel élünk, van egy tangyár, és juhajul, egy juhajulagon is van, amelyet a gameközben. Kényszer végig elég azt, hogy egy bolygót védelem, hogy fölfelezett egyáltalán fölfelezte. Úgyhogy lehet, hogy gyengébb aladalmi a balány kiszkénytén, meg öleteg ezt fogja támadni. Azt mondom, azért vattam, úgyhogy... Most még nem, nincs akkor a fala. Ott is vagyunk a jó gyára. Mivel előzőket ez a faj nem épít, csak tankja lehet. Szépen megértjük, amivel élünk. Hol lesz a tankocskát? Ez az egy kis nyeszle. Ennyi? Hát nem védte nagyon ezt a bolygóját se. Minden tankokat nem tudsz felvenni. De most egy kicsit bezúszik az irodalmát, megint csak. Aztán viszont ugrani kell két lábbal az ezére. Most már fejlesztően kell hagyni minket is, nehogy lassabbak legyünk, mint ő. Látkozom felre-fele. Mely mennyi hangunk van? Jövök,
legyen mivel védekezni. Már kárítani, mert a finali már kipusztult. És akkor az előbb, hogy ilyet a fajok talán betámad kétszer, legalább nehéz kétálló legyen, de inkább csak a hajó. Az a baj, hogy a Tohános használ fegyverzavarót is, meg a hajót is és lehet, és ott van torpedója is, tehát ott vagy. És csak a satahajó az, amire mind a két hirdelen fölrakható, a fegyverzavaró is, meg az ICM is. Mert most a kétkezőben vagy felrakom az ICM-et, és akkor két kap távolsági fegyvereivel, hangmaszkó, meg ilyesmi, mert előbb-utóbb is lesz neki. Hát vagy pedig ugye fegyverzavaró, viszont akkor a torpedóval fog szétkapni, tehát ki kell fejezni a satahajót. Én nem szoktam, mert igazából nincs sok értelme, hogyha nem hogy hamarabb bejött a tirkálói, akkor azzal is egész előnyed lesz, viszont akkor az is viszont akkor itt egy nőtességrobbanás. Meg még ő, ha jó gyárat, mert kellene is majd a fejlesztési kapacitás, és ezt pedig elindíthatjuk, csak olyan meg a tankok minél sokan gyárakodjanak, mert arra bizony meg szükségünk. Bajom, már tulajdonképpen kell harcolni, azt tudod meg.
60 pillanatot volna van. Mindegy gépület, ha jól kicsit elvérni. És most ez az oda, nem kellenek a témek. Mert akkor hát nem tud kénykedni. Mert jól lehet tudni, melyik az a bolygó, amit fölfedezett, ha egyáltalán fölfedezett a fájtját is. És azt kell nagyon védeni, szerencsére csak azt, mert nem tud kémkedni, és nem tud több bolygóinfót ezt begyűjteni. Viszont én sem tudom tovább kikénkedni, és meg sem tudom most már lenni senkit a lokalizációját, mert igen, talán erősebbek, több bolygója is van. Üdvözlöm, hogy elhetettem. Hát azt még talán lehet. Csak a hajón élet, az esélyem se lesz ellene. Ugye elfogy a pénz is. Vissza kell venni az a pénzes kutatást. Vissza bizony, és akkor még több idő lesz, hogy felérődik. Szerintem ez a taggyártás, mert nem hagyhatom abba, mert arra meg szükség van. Tehát reméljük, hogy addig nem támad, ameddig nem lesz legalább kevesebb a hajón. Megadom a maratonnak is húzni. Főleg tényleg nagyon tornyosak és letethetősek. Tehát én még abban reménykedek, még mindig. Olyan gyorsan nem fejlesztik ki. És hát viszont, hogyha már elfoglaltál, mert már valószínűleg üldúzta be az embereket, meg a sinarikat is, akkor viszont azért van kapacitása a gyártásra. És akkor hamar kifejleszti a hangosztósugarat, meg a többit. Jó, hogy már egy kicsit, de a csatahajban az gyorsan kell nekem. Ja, igen, mert már nem gyártja a részt. Négy műhajó jár, igen? Négy műhajó jár, és kicsit ami jár. Ott csak van rá. Van valahol olyan bolygó, ami érdemes gyártani? Hát nincs. Aztán még itt. De még mindegy, a felszereléseket az rájön később is felszereltetni, csak legyen gyártásban. Az a legfontosabb, hogy minél marad gyártásban legyen. Csak a hajó legalábbis. Helyes. Ezt most felesztük, nem kell tudta félni. De azonnal elkezdik gyártani. De valább ötöttek el. És miközben gyártódik, az fejlesztjük a felszereléseket. Először csak azt, ami nem kerül sokba. Mivel hogy több érzénk azonnal, hogy gyorsabb legyek nála, az fontos. Meg majd a bajtok. És ha már sikerült legyártanom, legalább becsak a hajót, akkor a forgatteket el fogom adni. Ez nagyon jó, hogy esetben elbukott, mert akkor nem kell fotóhatal fejlesztelen még. Nem fog hivatni itt láthatatlan flottákkal. Jó, hát akkor most a potében fejlesztünk így mindent. Kell az ágyú is, hogyha a fegyverzel alulja lesz. Ágyunk a tételeket, mert meg persze van kiadja sugadat, hogy én is ugye a hívjuk kivel visszalőni. És ha van egy dupla pajzsot rakhatsz fel. Nem? Nem az? Nem, akkor rakhatok a napalkon behelyi energia pajzsot. Ja, igen. Tehát oda is a bomba helyét is lehet külön pajzsot tenni, tehát a dupla pajzs. Ha érdemes a pajzsokat is fejleszteni. Majd. Az a bánti legyen sütalat is tette.
először legyenek készen magák a hajók. A fejlesztéseket, hogy a felszereléseket lányítunk később is lepakolni, csak legyenek legyártva. Várhatják legyártva a fejlesztés elkészítését. Ilyeteket, sőt, talán van külön fotajzé, tartan fárulnak, és ebből legjobb azt is kifejleszteni. Tényleg kétszázban állapodni. Talán ez esetben még majd a rakéta zavaró, tehát érdemes, mert szokott rakéta tolás tankokkal is szórakozni. Most egy kicsit megugrott a kapacitás, kívja is el a pénzt, de így gyorsabban. Ha a csatahajó lejártodik, akkor egy alapig befejezem, és akkor valamint a csatahajó gyártását. Mert utána akkor már kicsit gyűjtögetünk, hogy a felszerelésre is maradjon pénz, hogy felszereljen őket. A utolsó gyártja, utolsó gyártja. Most jött el a pénz. Ja. Csak fejlesztés fejeződött be. Hát akkor gyerünk, nyomjad tovább a mindegyiket. Így kell fejleszteni. Jó, hogy mindjárt elkészül az a csatahajó is. Igen, meg majd előbb-utóbb most már a stadionba is kell fejleszteni, de várj, mert most meg tudok mondani, hogy a sérülekedés így 35 000-nél, mert már kell nekik a stadion. Hát ez így van, ameddig nem fejleszted ki, addig nem szabadodnak tovább, de hát van még elég bolygó, úgyhogy ez nem probléma annyira. Hát nem, tehát most már nem is érdemes az adót vissza lehet tenni. Most kicsit gyűjtögetünk, hogy aztán meg fel tudjam fegyverezni. Lehet, hogyha már kifejeztek minden ágyunk. Most már az ágyunkat kell. Ott van antianyagsugarunk, ágyunk. Még a pajzsokat ki kell maxolni. Na, a többi az nem is érdekes. Én még majd a kémműholdat talán. Viszont tankokból sos elég. Hát csak az a baj, közben a Rohan is fejlődik, tehát most már majd meg a tankokat kell játszani minden bolygóra. Legalább ötöd mindegyik le, hogy másra nem akar támadni, akkor azért legyen ez ő probléma. Vagy legalábbis az ilyen szélekkel mérőket nem keresedek be. Itt láttam ólálkodni valahol a flottát, itt ezen a környéken. Hát oda még biztos is fog menni. Megkérdem úgy bizony, hogy az a hadatom, hogy ott ólálkodott. Jó, mindegy, a többi az már nem az szalva, az már nem tudom. Nem tudom, mindegy szép még. Még a hadamény teszünk, mert annyi még van. Mert akkor maradékot kiszorjuk oda. Ez van. És vissza tankokért. Hát, hogy biztos legyen jó sok. Én akkor kinek kikus vagy. Ha addig nem találom meg, és nem tudom a stadiont megszerezni tőle, akkor van akkor meg kifejlesztem, hogy el rájön. Az, hogy másik kormányok állandóan stadionokat épít, azok nem mi vagyunk. Megvannak még nélkül, a kocsma az már megvan, azt már sikerült megszerezni, és sikerült megszerezni az erőműveket, a hidrofarmot, meg a ilyen azért nagyon szívű épületeket, tehát mindig ilyen hidrofalak pont nincsen, de mindegy, az már neki úgyis meg lesz.
annyi, hogy gyárhatunk egy pársat a hajót, és még plusza, az szóljon, legyen. Ami gyárhatunk, szerintem megyen az igaz a jó gyár. Azért. Aztán meg itt ilyen is, és ugye csak oda a másik pajzs helyes. Írtáló. Itt is hajt tudni, hogy lezavarjon be, arra is lehet, hogy nem tudnak sugala. És meg ott a pajzs. Oké. Okay. Na, akkor a tulajdon kicsinálják. Utána majd adatokat fog fejleszteni. Erősebb az adat, hogy ez mindjárt az a ott volt. Mert megvan az adat majd is. Nem érzek lassabb, nála úgy, hogy most nem érzek, nem? De az ugrás még elég messze van. Még az is előfordul, egyébként nagyon messze van. Mert nagyon sok kolonizálatlan bolygó van. Tehát ilyenkor, hogyha nem tudom felderíteni, mert nagyon messze van, akkor még az arra sem, akkor azt lehet csinálni, hogy akkor szóval, sőt, nem is lehet más, most már. Mert érdekében kinyíltam ide egy oldalmat. Akkor tulán, jó, akkor kinyírta, akkor tulán, csatlan is ment a levesbe, tulán is. Akkor már csak mi vagyunk, akkor igazából a kémetesek elkölteni. Kikénkedni se tud. Tehát ilyenkor azt lehet csinálni, hogy fel kell kezdeni bolygókat kolonizálni, és mi közelebb kerüljünk hozzá. De más képes, hogy esse le. Látom egyébként azt, hogy a többi faj fotonradarral. Tehát a fotonradarnak nem lesz más ezt a tulajdonsága, csak azt, hogy nagyobb lesz a hatótáv. Tehát majd még a hajókkal is felrakom, és akkor azért majd ebben lehet belíteni. Aztán majd lehet az a hajóta meggyártása. Nagyon sok kolonizálatlan bolygó van, nagyon sok. Hát tudom, mert neki azért sokszor annyi van, tehát ha hittem kolonizált ennyi,
honnan van neki a... Igazából a patkár és akkor mindenki lehet fejleszteni, tehát nem egy ilyen nagy vasszúzva, hogy így ott működetre volt, aztán fejlesztik a stadiont. Már nehéz előtt ezt kell nyomul. Mindenkit, és az is az a kérdés, hogy úgy lehet, hogy nyomja a fél flottáját, vagy nem. Tehát, hogy ha nyomja és már van hangosztója, akkor túl van. Akkor se reménytelen, de akkor közel kell menni hozzá, hogy a fegyverzavarról tudjuk zavarni a hangosztóit. Azon meg valószínűleg neki is lesz. Tehát itt csak az ágyuk megvalódnak, hogyha... És nem zavar? Itt kizárt, hogy nem zavar. Annak megszólom az antilanyagban egy helyre lőni, ha sikerül. Van egy ilyen dolog, hogy ha antianyaggal sokat lövünk egy helyre, akkor kigadobbanásban sokat meg lehet billetni. Kipróbáljuk. Az egy szép robbanásod. Az a dupla fajsunk.
anti-anyaggal tudok grillezni. Sokan vannak. Hát azért a iradós kézzel fogható. De azért a dupla falasokkal lehet bízni. De közel is kell maradnunk, hogy ne tudja a hanvasztózni, mert tudé van már neki. Elég szépen lemosott a tégod egy pára. Na, adjunk neki. Én egy veszteséggel, de talán sikerül lenyomni. Csak ennyi van. Hát igen, csak láttunk a multizámokat, de sikerült lenyomni. Thank you.
valaki az anyja. Le kell kezdeni a vigasztalját. Azért kell minél gyorsabban tudjuk játszani. Szerintem tudod igazad a csikusokival elveszünk. Meg kell nézni, hogy itt hajta valami erőzöttek, vagy egy bármi más. Egy ilyen a két osztályba tartó hajó is. Az előtt kiítettek a hajókat, mert miért sikerülne a két osztályba csatlakozni, akkor az a jó kapunk. Le tudjon ilyen gyorsan. Hmm. Most kéne gyorsan legyártani egy kicsivel több hajót, aztán neki esni. Valahogy ott már ott van egy csomó bolygója, akkor annak is neki esni, aztán hadd szóljon. Két-három tottával. Aprítani a birodalmát. De hát nem tudom, hogy kellette lesz a birodalmat a fele. Ez a tőlő felé messze van. Mi hajókat hoz fel, akkor kell egy pozícióba lépni. És jó, hogy bele is kell egy pozíciót, akkor azt mondja, hogy lesznek. Az a fal mennyire? Nem megugornak a patikás. Szóval aztán mehet a termelés fel elő. Ott van egy jó hajós.
Hát igen, innen már az unalmasabb része jön a játéknak. Mert hogy ezt így legyomni, az azért még sokáig tart. Kezdem még űrhajókat kell gyártani, ugye itt a flottája le van kötve. Az a lényeg, hogy a gyártási kapacitást meg tudjuk előzni. Hogy még legyen legalább egy évkézzel bolygófoglalós flottám. Minél gyorsabban tudjuk gyártani. Közben nem hagyom, hogy elődjön, meg azért lehet ezzel bumpolni, hogy az előzőt mindig felépíti, amely lerombolom. Attól is az ő kompójára tudok fejlődni. Nekem szintén jó. Hát tényleg, hogy engedjen a dolgot, mindig napja itt fel a nehéz előzőt, én meg mindig lebontom. A flottája meg nem fejlődik. Egyébként mindig az a lényeg, hogy ne szabad hagyni, hogy a hajó beijedjenek a flottájába. Hamarabb el kell kapni. Na nem állt. Nem is feladtam. Lőjél már, hát nem igaz, hogy ilyen zé vagy, hát a dolgokat csinálsz, lőj már oda. Ez hogy még fogos is. Ezért, tehát ezt most így lőni se tud. Ez már így, nem, hát itt ilyet nem játszunk. Most halt meg, lőjél már. Nem tudom, hogy visszatölti Nikolát jelentése. Szerintem remek számol, de mélyen. Tehát azt szokott, hogy csak lassabb flottákat támad. Miért támadott meg? Hát csak lassabbakat szokott. Vagy akkor lehet, hogy az égbolygéma nem is ismeri ezek szerint? Azért kerget, igen, mert hogy más elfoglalható bolygót meg nem ismert. Ez így mindjárt más.
akkor hagyjuk meg neki ott ezt a bolygót a Vigel kisába. A szoktáját megváltjuk el. Egy picit gyorsabb lesz. Gyerkefőzősek játszott a szoktájával. Nagy tört egyéb, amíg megjött vissza, hogy elkapott. Valami nem fog. A van sebességgel élünk. Addig viszont a nagy időt nyerünk. Megemeljük az adót is, hogy jobban menjen. Ilyen kitalakom a kergetet. Ha megálltunk, akkor elkapott. Az a hátunk tője azért megvan, hogy közben azért ugye fejlődik. Közben azért szóltál, jóval erősebb lesz. Az enyém az olyan ütemben nem tud fejlődni. Beszorjálni nem tud. Tehát így gyorsabb vagyok két egységgel. Már akkor kergetőztünk. Sok siker. Minden nekünk kell gyorsabbnak lenni. Kivassuk meg egy kicsit őkelmét. Úgyhogy meggyorsítjuk a dolgot, azt mondjuk, hogy akkor a földi harcot szimulálja. Kicsit megépítjük a bolygóját, ameddig az én szoktámat kergeti a másikat. Gyűjtjük egy kis suskát. Úgyse fejlesztek már semmit, úgyhogy tudunk be mindent. Ez egy elég szerencsétlen kezdés volt, már nem volt több 200%-os bolygó, úgyhogy csak egy gyártó bolygón van. Tehát, ha lenne legalább 2-3, akkor azért gyorsabban menne a dolog, de nem, így is jó. Simulás az egyiket jó, amikor egyszerű így nehéz előzőt kell itt moznia. Jó, a
másik az leköti azért a másik lehetőtát. Valakár csak így állt, de legyegyebb tovább. Aztán majd te elfélnek a tankjaim, akkor visszamegyek és akkor... Na, ez például egy jó kis bolygó volt. Ezen sokan laknak. Na, a stadion is rajta. Ja. Van mit lebontani. Úgy van ott. Ezzel meg akkor átadjunk Csiki-Csukiba. Szépen elektek a főszosztálya, közben itt írtam az irodalmát. Na nézzük, hogy állunk. Nem túl jól, azért sokkal erősebb. Sokkal több bolygója is van. Úgyhogy húzzuk be ezt a kettőt. Úgyhogy csak arra figyeljünk, hogy... Viszont így, hogy közben a gyárait is írtam, azért visszaesik a teljesítmény egy gyártásba is. Tehát előbb-utóbb utol fogom érni. Meg persze ugye több bolygón lesz, akkor a bevételem is nő. Tehát azért egy elő... Türelem játék, de előbb-utóbb jó lesz. Azt lehet ilyet is csinálni, és akkor éppen nem így megyált. Jó, akkor legyen ez. Tegyük úgy. Kőzött már, most a fejlett gyárakat építünk. Ez egy jó pár bolygója, se felül be tudjuk nézni, nem? Jó, hát már nagyon más felé érdemes, most már, hát már a felére kell menni. Nem tudom, kérdez, ha jója van. És ott már csak erősebb, viszont gyorsabb, mert nem tud venni. Mert én még mindig gyorsabb vagyok képességgel. Azt szeretné elfogadni, hogy egy gyár van.
tarts, csak itt. Á, itt jönnek. De nem épít, már elérdeket valamiért. Gyártsad már gyorsabban azt a kurva tankot. Lassan gyártja a tankokat. Azt akkor megvárom még azt, hogy még mire gyárt ide. Nagyon lassan csinálja. De jó, mert egy kicsit elég legyártani ennyi, akkor tovább bírja. Elkezdett a nehéz előzet építeni. Megint kicsit megbiztítom a bolygóit. Hát igen, ez igen, igen, ezért... Ez egy kicsit nagyon átmenet valamassá. Igen. Hát igen, hogyha fent hagyom rajta a gyárakat, ugye idéglenesen, akkor... Na. Viszont ez már foglal bolygója, ez sem van. Meg is indult rá egyébként, igen, ez egyébként szokása, hogy szeretne indulni a zsákmányra. Mert mindig azt fogalja először, hogyha tud ilyet, ami mondjál. Hát az eseti pont nincs külön, de bemutattam volna. Miért, hogy működik. Na, ha másik van lesz gyár, akkor fent hagyom. Hát a nekinek, csak hogy lássátok, hogy a helyzet. Ez is lehet egyébként taktikai lépés, hogy... direkt azért hagyod fönt, hogy megint üljön a zsákmányra. Aha, lehetne például van, tehát... Most akkor erről nem írtam, ha nem ott hagyom rajta. Figyeljétek, meg, hogy el fog ráindulni. Hogy nem? Nem. Hát nem. Ízvédelmi ágyú. Ez még nem ellenfél.
nem indult meg rá, de egyébként szoktál sem megindulni a zsákmányra, hogyha talál egy olyat, ami sok gyár van. Hát mindegy, akkor szépen pontjuk. De mégis visszafordulálnál a csop. Akkor is legalább nem tudjál tanítani. Na, ezt viszont akkor meghagyjuk, mert ez hát, ha erre nem indul el, akkor semmire. Aha, ez már nem is érdekli. Szépen megindult a zsákmányra. Most csak pohagyjuk, hadd menjen. Legalább közelebb lesz. Hát nem baj, közelebb lesz, majd utánfordulásért kell menni. Még van oda a három. Na és még mindig? Nem, de még mindig sokkal több van neki. Összemet. Már legyártottunk, akkor most már átkevezzük. Ezt most ki. Helyett a fegyetét nézzel. Meg megint hívunk egy időhelyőjára. Vagy akkor most a hajókat is gyorsabban gyártsuk. Ez sem volt egy gyenge. Elő is volt. Valami a megindul akkor az ez? Nagyon fegyettél, nem is akar. Középjátékban, amikor így ilyen fajta, amíg elég elős találunk be, akkor lehet az, hogy a kutatóközpontokat is írtam, hogy azzal sem menjen semmire. De jó szépen, akkor legyőzött a valami mindjárt. Ja, egyébként jaj, itt számok egyébként jelzik az épületek mellett, hogy mennyi vannak a napolból, tehát... Ezért... Jó, hogy lehet az néha. Gyorsabban gyártam most már a tankokat is, úgyhogy azt mondom, nekem elő lehet. Nem elég tud még fel a gyár. Na se baj. Van két tankot gyártotta. Ezek lehettek a tulajnak, nem, a sinali. Ezek a sinali voltak. Ezek voltak a sinali voltak. Elég termékeny volt. Sokat lezúzott. Ja,
hozzámaradtam a bolygóhoz. Csak a fényekben. Nem már. Három űrhajót is elvett. Ez nem létezik. A földről. Na itt szokott a gép csalni, tehát ilyen azért nincsen, tehát maximum egyet, hogy kettőt szokott elvenni ilyenkor, máskor. Nem baj, viszont van egy nagy populáció, mi bolygó. Azért fogynak a bolygói. Ha nem is túl látványosan. Ebből se lesz ma végigjártás. Már kezdem unni. Na de hát ugye ez amikor lehetetlen szinten jártál, akkor azért már a gép sem annyira könnyű el lesz mindig. Tehát azért szeret szopatni. De meg lesz ez lassan. Lehet kiket magához félni. Na nézzük, mi van a szabolyban, csak egy nehéz elég.
tankhoz van elég. Ebbe is tudok felvenni, és még abba is marad. Ha a végén már sok tankhoz lesz, akkor már könnyebb lesz. És hogy ezt, na hát igen, tehát végén azt kell kihasználni ilyenkor, hogy ameddig nem lassabb, tehát ilyenkor csak az lassabb rosszákat támadja. Bátrébb ilyen nálam gyorsabb nem lehet. De hát így lassabb se, tehát még az ugyanaz sebességű eset találja meg, hogyha ismer elfoglalható bolygót, de csak akkor. De az előbb is, és azért támadta meg a frosszámat, mert nem ismerte egy bolygómat se, nem fedezett fel. Az üzenetet, hogy ugyan elküldte, viszont egy bolygómat se ismerte. Igen, egyébként a helyen nem játszva, igen, az ékelmentre, mert egy irodalmat megszámolt feltételni, mert igen, nincsen diplomácia, tehát háborúból kilépni azt nem lehet, mert meg végképp tökni se. Viszont, hogyha előfordulhat azt, hogy mondjuk látsz egy bolygót, akár multiba játszol, akár így, betámadod az a irodalmat, mert hogy ott látod az a bolygó, az falba gyenge. Aztán kiderül, hogy az a határon belül nincs másik bolygója, amit te is látnál, mert azt egyet azt ajándékba kapta, vagy fellázította, vagy halós bolygó volt, vagy olyan hasonló. És akkor viszont ugye annyit át, hogy beérnek a flottáit, tehát hiszen egy dolgot lehet csinálni, hát vagyis hát inkább kettőt, mert hogyha van egy másik irodalom arra fel, akkor azt megtámadod, és úgy terjeszkedte arra, hogy az adalmatárod meg legyen, arra fele, bővítve. Vagy pedig azt kell csinálni, hogy bolygókat kell kolonizálni abba az irányba. De hát mind a kettő elég sok időt az igénybe is hosszadalmas. Hát meg másik irányban megtámadása, meg a hihető fontos háború, tehát az meg az megint nem az a fajta dolog, amit nagyon szeret az ember. Nem biztos, hogy nem megoldva az egyébként több fontos háború sem, mert valamikor még kifejezetten bele is kell menni. De az a legtöbb. Tehát azt akkor lehet, hogyha azért vagy annyira erős, hogy van egy-két elég erős űrhajó, hogy kordába tudod tartani több embert. Azt az előző gameplayben láthattak egy hasonlót, amikor ezt két fajjal háborúzunk, de erősebbet vagyunk náluk. Tehát egy-két megfelelő helyen állomásozó támadó hajóval azért kordába lehet őket tartani. De ez nagyon ritka. Tehát általában jobb, ha az ember nem kekezkedik és nem keveredik több fontos háborúban, mert abból baj. Általában csak baj van. Lekapcsolnánk a gyűrhajógyárat, felépítanánk a tankgyárat, egy kicsit gyorsabban megyen az adat. Ugye hát a Valheim-fajos gameplay-nél is azért volt, aki írta így privát üzenetben, hogy hát az nagyon nagy hátrányák a helyennél, hogy nincs kereskedelem és nincs diplomácia, meg kémkedés, és hogy tehát a kémkedés kétszerenség az nem biztos, hogy hátrány, vagy nem mindig, tehát az valamikor inkább előny, mert ugye nem kell költeni kémekre, azért az dollárba is azért sok százezre kerem, tehát hogy egy kémközpont kell kerülni 8000-be, egy átlagos kép felvétele legalább 30 000-be, ha te képzett ki még többbe. Tehát az megint az, hogyha nem vagy olyan szerencsés, mint én most, hogy rengeteg kémet át tudsz felvétele, akkor azokat neked kell fölvenni, neked kell kiképezni. És ezt a talán nekem meg lehet spórolni. Na meg a másik az, hogy nem fognak hajó csak úgy feldobadni, meg épületek, mint egy kis feltárt, aki volt ilyen. Tehát erre se kell külön figyelni, de nem kell külön védekező kémeket kiképezni, meg védekezni a kémek ellen. Tehát az ember érzel. Tehát az igazi hátrány tényleg az a diplomáciai képtelenség szerintem inkább, mert ott lehet az azért néha hasznos, tehát amikor még pénzért lehet a találmányokat, vagy több fontos háború esetén lehet végét kötni, az jó. Kereskedelem az megint nem annyira, nem nagyon szokott az ember kereskedni, vagy hát nem, mert nagyon ritkán. Hogyha nem csinálival játszik persze. Az megint nem egy komoly dolog.
támadj. Nem támadj. Tehát mondjuk az egy kereskedelmi képzelenség is inkább csak sajátosság, tehát meg szerencsére azért annyi van, hogy mondjuk jó, még pénzért nem lehet semmit venni, meg olyan nincs, hogy nem veszek tankokat, űrhajókat. Ami még sinalik, mert az ilyen kibuszhat a bajgó, hogy mondjuk az elején tud látszak a tankot, ami nézel fel annyira, mert még normál, még könnyű játék mondok, de biztos van ilyen, de nehéz, hogy is néha előfordul. És akkor lehet szerencsétlen, nem kell legyártani azonnal, meg van. Meg hát nézd helyzetben, amikor valaki megtámad gyorsan, és akkor nincs még a gyártókapacitáshoz, viszont gyorsan kell, hogy védekezni tudja, akkor viszont lehet szerencsét, hogy tud venni ütőképes tankot, és ez a farbiztos napon belül a bolygóra vannak tárgyúzva, nem kell legyártani. Az ilyen folyó, de... És nem csak rohán, meg az megvan, hogy amit én gyártok le, azt el is tudom adni. Tehát az lesz, hogy inkább pár helyet kell, hogyha még ezt se lehet csinálni. Pontoljára fejlődünk, hogyha épít valamit, amit én lerombolok. Kicsit egy űrhajógyára. Aztán hajlá. Hát gyártsál űrhajógyártsál, tankot gyártsál, minden. 12-nek kérte 3-ra van már, de azért nem még gyártási kapacitása, mert azért nagyon nyeri a bolygókat. Így ezt osztályon nem van kicsit, ennél az egynél, akkor úgy szépen kézilálom a birodalmát. Egyre egy nagyobb szelegem van, egyre több tankot tudok vinni. És most már annyira nincs is túl erőben, tehát szerintem most már meg tudnám semmisíteni a flottáját. Ez már nagyon hamar gyárt egy újat, mert most nem igazán éri meg az erő. Elején sem biztos, hogy bele kellett volna menni, inkább bármi kellett volna egy kicsit. De már kolonizálója is van. Én már bolygókat is kolonizál, de hát mindegy, mert azt is nekem kolonizálja. Az úgy se lesz az erő. Az a baj, nagyon sok bolygója van. Tehát pont, hogy még a szerencse, hogy az elején nem őfedettek föl hamarabb, mert akkor az nem biztos, hogy sikerült volna kivédekezni. Általában, viszont, hogyha másfajra játszók, hogy sinani pláne, vagy a csinálni, vagy inkább a tulajdonk, akikre nehéz filtrálóig semmilyen igazából ütőképes űrhajójuk nincs, nem is őzőnek gyártani, mert sem sortáról tudnak, tehát se paralizáló semmi, se zavaró, se paralizálójuk nincsen. A sortárót meg csak a falsok helyére tudják követenni, és más távolsági fegyverük meg nincsen, sőt a közelhat fegyverük is nagyon harmatosak. Tehát ha már nincsen hamvasztós nehéz filtrálójuk, addig semmi, ezt ilyen harcképtelenek, tehát általában azért a produlán legfigyelső vértékek azok nagyon hamar meg szoktak pusztulni. Hát ők vannak ki először pont ezért. Mert hogy nehéz kirkáló és ennyi, hogyha nagyon korán felfedezik őket, nekik adjuk. Tehát ez amúgy általában minden másik fajjal, de érjük oda a produlán meg, tehát mert velünk játszol és az Antoni fölfedez középjáték szinten, tehát tényleg itt egy holdnet szinten, vagy még hamarabb, és még gyorsabbak is nálad, ami valószínű, mert ugye alapod az egyik előnyük, akkor neked ott leszeletek, tehát már csak azon lehet gondolkodni, melyik mentést töltsed vissza. És valami úgy is esélytelen vagy, mert hogyha nem tudsz más irányba kolonizálni, hogy elkerül a felfedezést, mert a főbolygó közelében van is, így is úgy is felfedez, akkor neked véged van. És ezt nem érted, amit védekezni.
visszatölt a gyorsan, ráugrott két lábbal a tankokra, nem bírt fele semmire. Mert űrhajót meg hiába gyártott, mert nem tudta elmenekülni, hogy elkapja. Szintén, hogy erdőzött kell vérni, ezzel akkor is nem úszott meg. Egyszer nem engedő irányítani a nehéz előre. Bármit csinál, nem fogja engedni. Ezek viszont már ilyen frissen kolonizált bolygó. És ez sajátja. Ezeket nem rég kolonizálta. Lebontom, és ha tudod. Ez már kicsit jobban védett. De nem sokkal. Ez mennyi? Ez is nem volt. Igen. Már innen indult akkor. Innen a sarok volt. Ez egy ilyen fő-fő-fő bolygója volt. És ezek sem olyan jó gyártókapacitású bolygók. Viszont legalább jó népes, tehát legalább az adót be lehet itt rajtuk hajtani. Van még mindig kapacitásra gyártani, mert azért így gyártogatjám a dolgokat. Pedig hát a populáció, hát az olyan nagy kanállal bukja, hogy azt el nem tudom mondani. Most is hát legalább 50 ezeres bolygóját vettem el, amit alig védett. És ez is egy 36 ezeres. Aha.
aha, na, most már legalább utolérem. És nem mindig több van neki populációból. És most kb. Ugyanannyi bolygón van. Tehát azért neki azért valahogy mindig van. Tehát egyszerűen elpusztíthatatlan. Ez is egy 55-es bolygó. Ami szintén van itt minden. Ott mutató központok is, a laborok is minden, de hát ugye most a fánci, hogy mit mutassak ki, tehát most mag mellé miért Nikola van, mert az is nem érdemes. Vizipázisokat azokat felfedezni, az a központalama semmire nem jó, így kémű volt, hát annyival, hogy látanak a tankok. Az, amit 10 tankkal nem lehet foglalni, mert 39-en már valószínűleg lehet. Szóval az mégis nem unatkozzon. Hát ha sikerült be tudni egy párat. Még nincs. Hát még akkor össze lehet kapalni 16 űrhelyet, és neki van 57. De ennyit jelöl, amíg el lehet nagyjából bánni. Hát azért a az erős. Ellen igazából csak a hajóval lehet harcolni. Kérdképnek ennek a területéről most itt együtt kibakarítani. Lehet, most már csökken a bevétele, most már nem így kítem előzőket. Odaérek a másik oldalóhoz, hogy meg vagy. Hát ezt is hiben kolonizáltam, sok minden van rajta. Ja, és itt nem fogja magát megadni a végén se. Az csak hagyjálatban működik, hogy Gracias.
van rajta valami? Egyáltalán nincs. Nem be rajta, hogy nem. Ha, jaj, van. Nem tudom, hogy itt rajta. Hát, ha megindul. Nem mint egy hatalmas szüksége lenne rá, de van. Oké. Okay. Na most értem ezt a fot. Egyesülünk, így az olyan lehet, hogy kapja jelen már nem már az. Ott már kicsit a helyet. De legalább sikerült arra is halni. Ez is valami. Köszönöm, ez már bár volt. Ezért voltak, hogy átvásod a pakitással, mindenhol felelődő hemzsegnek a gyára. Mindenkinek a gyári kapacitását az sikerült beszereznie. Na, meg azok az embereknek meg az a bónuszok, hogy sokkal gyorsabban kutatnak, tehát... Ez nyilván tudatók is mondjuk is sok volt, és technológiában is előrébb voltak, és utána betudtuk őket mind az övére. Azért olyan sok volt, hogy nem lehet. Nekem van 49.
hát kérdettem, hogy még mindig akkor a gyári kapacitásra van, akkor nem tudod úgy gyárt, hogy... Nem hiszem el, hogy mennyire. Hát akkor jön neked mindjárt. Tehát egy nehéz előre. Hát nem megy vele sokra. Én megépítek egy gyárat. Mert miért kell a gyártási kapacitását? Mi van? Nem viszem el. Két nehéz előttől. Két nehéz előre elvágyítottam fal. Nem mindegy, hát akkor már fogom még. Nézzük meg, hogy most mit tudok kezdeni a postájával. Én csak kíváncsi vagyok egyébként, szerintem. Nem sok ez mindenképpen 4-es a padrán, hogy minél közelebb vagyunk hozzá. És ugye hamvas fogja zavarni, hogy jobb meg a különbenek nincs hunyadékünk lesz. Tehát zavarni kell mindegyiket. Oké. Okay. De ezt meg hogy? Thank you.
ez így nem túl a célos. Szerintem mi egész évben sikerült célt kapni. Csak öt hajója maradt. Igaz, hogy csak, három hajó maradt meg a húszból. Jaj, meg ez a sok hülye vadász. Hát nem nagyon éri meg, megtámadni. Ez már igen csak a régi játéken, talán nagyon sok folytója már lehet. Jó, most már egyetve tankot hitek valamnak. Egyetve hajó is van. Hát még kb. 20 hajóval sikerült úgy csapnom, mert csak ekkora flottát, hogy régen még jöttem, akkor itt is az lesz. Még ha le is kéne vernem, akkor is előbb-utóbb. Sikerülne, mert hogy...
nagyobb lenne a profán, mint ami az övé. Tehát most már el lehetne azt a szintet érni, hogy egyre jobban lassul le a fejlesz. Buki vagy átlási kapacitása, de egyre lassabban tudja ezt a végén, ugye. Számszerűleg is pedig be tudnék kerülni. Tehát innen már túl sok esélye nincsen. Sok folytója már lehet. Gyártási kapacitását elbukta, úgyhogy nagyon már nem tudom is csinálni. Az azt mondom, hogy lepakoljuk a politikai az összes tartunkat, és megszámoljuk a kockáját. És aztán megértik, hogy van-e még valami. Tankja van. Lehet, hogy ennek nem nem megpróbálja. Kizárt. Akrosztály növekedése. Nem jönnek se honnan a szétosztályban igyekvő jó hajó. Tehát szerencsénk van már nincs több. Thank you.
hajó, egy lövés. Kivinnezzük szépen meg a mélységet. És itt a vége. Akkor megvan. Ennyi volt.